Az Óbecsei Városi Színház Fiatalok Drámastúdiójának Policajci című előadása lett a legjobb amatőr előadás Szerbiában. Nevezetesen a Kulán megtartott 62. Amatőr Színházak Köztársasági Fesztiválján az Óbecsei Drámastúdió több díjat is szerzett. A szakzsűri, melynek tagjai Miroslav Trifunovics rendező, a zsűri elnöke, Miroslav Benka színész és rendező, Vladimir Cvejgy színész és rendező, aranyplakettel tüntette ki a Policajci című Slavomir Mrozek darabot, továbbá Igor Pavlovics elismerést kapott a legjobb rendezésért és az össztervezésért, a díszletért, a jelmezekért, a világításért és a hangért. Az előadás szereplőit pedig elismerésben részesítették a színpadi mozgásért. Valóban nagy elvárásaink voltak az előadással kapcsolatban. Élveztük a munkát a próbák során, és számítottunk arra, hogy fesztiválokra megyünk ezzel a darabbal. Sajnos a koronavírus járvány közbeszólt, úgyhogy a 2020-as év egy óriási szünet volt, ami a Policajci című előadást illeti. Tavaly az év végén részt vettünk a Zentai Fesztiválon, illetve a darab online is bemutatásra került 2021 márciusában a Kragujevaci Kulisza elnevezésű fesztiválon. A darabot felújítottuk éppen a köztársasági fesztivál miatt, és nagyon kellemesen meglepődtünk a sok díj miatt, amit kaptunk, mivel az előadás ezen kívül még talán egyszer szerepelt Újvidéken, tehát nem lett sokszor előadva. Nagyon örülünk annak, hogy az elkövetkező időszakban lesz még alkalom arra, hogy eljátsszuk ezt az előadást. Ez egyébként a második alkalom, hogy az Óbecsei Fiatalok Drámastúdiója részt vesz az Amatőr Színházak Köztársasági Fesztiválján. Az elért díj után az óbecseiek az elkövetkező két hétben Szerbiát képviselik a Trebinyei Fesztiválon. Július végén Trebinyén szereplünk ezzel a darabbal, és vannak még meghívásaink más fesztiválokra augusztusban is, de ezek még egyáltalán nem biztosak. Amit biztosan tudok, az az, hogy a Fiatalok Drámastúdiója a Razredni Neprijatelj című darabbal, amelynek bemutatója idén volt, szerepelni fog a szarajevói Juventa Fesztiválon szeptemberben. És ami szintén biztos, az az, hogy az Óbecsei Városi Színház Drámastúdióinak minden előadása aktív lesz az idén nyáron. A Policajci című darab bemutatója 2019 végén volt Óbecsén.